Köszöntöm a regionális televízió nézőit, Rajka Ese, Koroncó Ese. A mai penzum kötelező mérkőzés a megyei első osztályból. Mondhatom, hogy érdekes lesz a találkozó, de hogy miért, azt majd később mondom a csapatok összeállítása után. Nos, a vendégeknél a kapuban Dolt Krisztián 24-essel, 32-essel a kiváló képességű Csonka Patrik, 8-assal Varga József, 15-össel Lengyel Zoltán, aztán 5-össel Horváth Robert, 20-assal Bán Szabolcs, csapatkapitány 6-ossal Fürst Flórián, 13-assal Hontvári Tamás, 22-essel Menyhárt Adrián, 11-essel Kovács Zoltán, 9-essel Gál András, a kispadon Golovicer, Barnabás Kapus, Hegedűs Ádám, Nagy Zoltán és Mak Balázs, vezetőedző Berta József. A hazaiak kezdőcsapatában Csifári Miklós a kapus, és hát ugye ő a csapatkapitány is az idei szezonban. Gálik Mihály, Kovács Péter, Derdák Gábor, Máté Gergely, Darázs Attila 19-es, 7-es Herceg Károly, 9-es Régely László, 18-as Koda Marek, 3-as Danovszky Marek, 15-ös Szabados Tamás. A kispadon Bobernik Martin, Krákornik Peter, Krákornik Martin és Matovics, vezetőedző Menyhárt Dénes. Hogy miért mondom, hogy érdekes a találkozó, hiszen megszokhatták a televízió nézők, hogy a Rajka meccsek állandó a programunk kínálatában, és az idei szezonban, a 2012-13-asban ez az első találkozó, és ez egy nagyban átalakított rajkai csapata a tavalyi esztendőhöz képest, hiszen rengeteg játékos érkezett az MT 1904 felnőtt, illetve B csapatából. Kovács Péter, Derdák Gábor, Darázs Attila, Herceg Károly, Régely László és Matovics is hát ebből a csapatból származik, és ez azért érdekes, mert azért fontos, mert így a srácok gyakorlatilag a megyei első osztályban palírozódnak tovább a két klub együttműködése után. Ünnepélyes kezdő rúgást láthattunk, a rajkai vezérszurkolók egyike végezte el ezt a kezdőrúgást. Jó lett volna, hogyha kapok róla egy apró értesítőt a szerkesztő kollégáktól, akkor még azt is elmondhattam volna, hogy ki volt az illető. Szóval a hazaiak kezdték a mérkőzést, ugye a rajkai csapat sárga-kék hazai szerkóban, a vendégek a zöld-fehér darázs mezben, fekete-fehér televízión néző kedves tévénézőknek mondom, hogy világos vendég, sötét, hazai, de ez a féle kabalas rutin a részemről. Itt minden mérkőzés elején Dari cserezgetett itt az elején, de hát nem jött össze. Szóval visszatérve a rajkai csapat összeállítására, ugye tavaly volt egy nagyon izgalmas szezonja a labdarúgó csapatnak, mert az MT 1904-nek. A fiúk nagyon jól szerepeltek a megyei harmadosztályban. Ez volt az első B csapat az MT 1904-nél, és aztán ugye egyre többen játszhattak a felnőtt alakulatnál. Ugye most viszont, mivel a megyei, illetve az MB3-as szezon az idény végén átalakult, tehát minimális célként legalább az első négyben kellene végezni, jó esetben a dobogon, akkor maradhatna csak a csapata a következő szezontól az MB3-ban, szóval erősítésekre volt szükség, akik egyelőre fiatalok és még nem teljesen érték el az MB3 színvonalát, illetve egy folyamatos játék lehetőség mellett dolgozhassanak, azok most kerültek Rajkára, szóval köszönet a rajkai sportvezetőnek, illetve az MT 1904 vezetésének, hogy összetudták hozni, hogy a fiúknak maradjon labdarúgó mérkőzésük. Amúgy a srácok nem csak Rajkán edzenek, hanem bejárnak a hazai mérkőzések, illetve a vendégmérkőzések között a Wittmann-tal parkba is edzeni, szóval az erőállapot az garantált lesz. Mitől különleges még ez a mérkőzés? Hát azért, mert az elmúlt szezon utolsó fordulóját láthatták utoljára a megye egyből a tévénézők Rajkáról, és az is egy Rajka-Koroncó mérkőzés volt, amit a rajkai csapat 4-1 arányban nyert meg Skoda Csabi 3 góljával, és itt van a pályán ugye 18-assal, szóval az a mérkőzés nagyon izgalmas volt, hiszen 45 perc játék után a Koroncó vezetett 1-0-ra, és a második félidőben szerzett 4 gólt a rajkai csapat, annak is a második szakaszában, tehát itt nem volt az egyértelmű győzelemre hangolva, ez nem óriási lehetőség volt ám a rajkaiak, illetve a koroncóiak részéről. Na szóval 4-1-re akkor nyert a rajkai csapat,
És akkor az volt a tét, hogy melyik csapat végez a bajnokságban előrébb. A 30. fordulat Régely közben jól kapja vissza a labdát, és nagyon gyors. Szóval az utolsó fordulót megelőzően 9. helyen állt a Koroncu csapata, a 10. helyen pedig a Rajkai együttes. És ahogy utána olvastam, vagy hát emlékeimben kutattam, a Rajka akkor ugye megelőzte a Koroncot, szóval a koroncai csapatnak van miért visszavágni. Egyébként, hogyha szigorúan a tabellát nézzük, akkor két forduló után a koroncói csapat a második helyen van. Két győzelem, 6 pont és remek 6-2-es gólkülönbséggel. Az Unokléti pedig kicsit beragadta rajtnál. Két döntetlen, egy 0-0 és egy 1-1. 0-0-át hazai pályán nyitó fordulóban érték el, de szerintem egy ilyen megújult csapatnak ez nem feltétlen nagy baj, darázs, nagyon szépen irányít. És a második mérkőzés pedig egy vendégrangadó volt, hiszen Lipóton játszottak a srácok 1-1-et. Ez is egy kiváló eredmény. Szóval míg ugye a Gyirmót, akarom mondani, a Koroncó Töltéstavát és Hédervárt győzte le 3-1 arányban. Ugye Hédervár most jutott fel a megye 1-be, a Töltéstava pedig nem a legacélosabb gárda. Viszont pontok most ezt mutatják. Derdák előre, Herceg felé, Skoda. Bravo Herceg Karcsi, az MTE kiváló csata. Nagyszerűen tálal középre Rehorkának. Rehorka kapussal szembe lő, gól! Gyönyörű támadás végén. Óriási gól volt ez, srácok. Rendkívül szép támadás. Danovszky Marek volt az, aki a gólt szerezte. De hát elévülhetetlen érdemei vannak itt a támadásban a jobb oldalnak, Herceg Karcsinak és Derdák Gábornak. Hát ez gyors volt. A 4. percben tehát 1-0 arányban vezet az MT 1904 helyett, vezet a Rajka ese. Ez a féle nyelvbotlás volt, hiszen annyian vannak most itt abból a csapatból. 1-0 tehát, és annyira 4., hogy 6. perc. Szóval éljen. Gálik passzolt Kovács Péternek, nála van még a labda. Derdák, Skoda, Derdák, rend meg. Danovszky Marek, Danovszky, jön a beadás. Azt a mekkora helyzet volt Régely Lacikától. Óriási lehetőség volt ez az ifjú 9-estől. Hát nagyon keményen jön a rajkai csapat, és egy roppant izgalmas találkozónak látszik. Remélem, ilyen lendületes találkozó lesz a végéig, hiszen megéri ekkor mérkőzést nézni és közvetíteni. Bravo! Kovács. Lengyel. Varga József és Dold kapus. Kapusé a labda. Kirúgás lett belőle. Danovszky letette. Érdekes mellmozdulattal Máté Gergőnek, ő pedig ez viszont egy nagyon higgadt megmozdulás volt. Kovács fejeli ki. És Régely Laci elérte. Nem. Úgy tűnik, hogy kim volt, jöhet a koroncói bedobás. Csonka Patrik előre. Derdák. Herceg. Skodának előre. Nagyszerű labda, nincs les. Nagyszerű meglátás volt. Ismét Derdák, Herceg és Koda lett volna a labda útja.
Jó játszanak egyenlőre a fiúk, hogyha lehet ilyet mondani 8 perc után. Régely. Kié lesz, a helyén jön-e valaki. Igen, nagyszerű lett volna a bepassz a védősor mögé, de hát azért vannak ugye ott a védők, hogy néha észrevegyék azt, amit a csatárok művelni akarnak. Szabadrúgás következik ám a javából. Füst. Menj hát, Adrián. Egy az egyben nagyon nehéz lesz Derdák mellett elmenni. Pláne így, hogy érkezett Gálik Mihály. Már nála a labda, tovább. Herceg, Karcsika. Hát nem arra vesszük át, meg nem így. Bravo. Bedobás. Az meg így pláne nem jó. Fürst Flórián is eléggé ideges. Máté Gergely. Szabados Tomi. Ő is az MT játékosa volt. Nagyon határozott fiú. Ösztöndíjas. Ez viszont egy kiváló indítás volt. Jöhet az egyenlítés. Hát egy pillanatra nem tudtam eldönteni, hogy gól-e vagy sem. Hát nem volt gól, úgyhogy óriási szerencsénk volt Kovács Zoltán zicserénél. Hűha, meg volt az egyenlítés lehetőség. No, azt kell mondanom 12 perc után is, hogy jó a mérkőzés. Amúgy kiváló az idő a rajkai fielden, baseballos hasonlattal élve. Igazából nézők is szép számmal jöttek ki. Kiváló a hangulat. Tehát mi kell még egy jó meccshez? Hát csak is ez, nem? Jó idő, kellemes kikapcsolódás, kiváló, technikás, gólgazdag játék, a nézők, na meg egy jó kis tévéközvetítés. Régely, szabadosnak ki, nagyon szépen csinálják a fiúk, be tudja adni? Igen, csak egy kicsit, hát hosszú, ez így. Herceg, nagyon ügyes játékos. Nem tudják elszabadítani tőle a labdát, még mindig ő, már nem. Derdi, Derdák. Kapura lövés, és óriási védés. Gálik Mihály suhintotta, hát nagyságrendileg 30 méterről a kapu irányába a labdát, és óriásit kellett vetődnie Dold Krisztiánnak, de végül is hatékony volt a levegőben úszás, hiszen ki tenyerelte a labdát. Szöglet lesz, és ha minden igaz, akkor a Danovszky Marek lesz az, aki ezt elvégzi. Nagyon jó meccs. Nem találok rá szavakat. Hontvári Tamás sarkazta ki. Szabados. Így sikerült Csonka Patriktól elszerezni a labdát, de a játékvezető szabálytalannak gondolta Máté Gergely, de hát szerintem nem volt az. Szerintem, hogyha átlag életkort vennünk, a rajkai csapat messze a legfiatalabb lehet itt az, itt a megyei hármas, megyei, hát miket beszélek, tehát a megyei első osztályban. Kezdezést reklamálnak a koroncóiak, és lehet, hogy nem véletlenül, de hát a játékvezető nem ítélte szándékosnak ezt a dolgot, úgyhogy lett belőle egy közepesen veszélyes előrejáték. Szóval ezt azért tisztázni kéne magammal, ki játszik a pályán, és melyik osztályban vagyunk, de hát én kérek elnézést. Nagyszerű labda Lucsitól, Skoda Csaba felé.
Jó befelé a labda, és Herceg Karcsi próbálta bejátszani. Nagyon tudatosan és nagyon szépen játszik az MTE. Kiválóak ezek a szélen meghúzott támadások, középre ívelések, és aztán majd talán az első gól is meg lesz belőle. És igazi transzforcis megoldás mezítláb irányba. Dold. Meggondolta magát. És a kirúgás. Hát egy ilyen szerény, kapus, magasan ívelt, közép magasan ívelt passz volt ez. Jó a csel. Csonka. Csonka nyomott egy csapot, horgot. Szabados Tomikának, akinek ez fáj. Hát kinek nem fájna, hogyha alsó madárfogásból álcsúcsra koppintás érzetével a földre kerül. De Tomika kemény, mint a kátszéle, meg a hónap vége. Szóval kibírtuk ezt is. Jó ám, Kovács előre passzolt labdája, Danovszki, és elérte még régen, Laci, el. Nagyszerű a csel. Jó lesz a beadás, akár az is lehetne, Derdák fejjel, és jön a kapus. Az a jó, hogy én is látom, még én is látom, hogy mit akar játszani a Rajka, és az jó, hogyha egy csapatnak van játéka. Azt a derosz passz volt Skoda Csabának, illetve hát nekünk ez nagyon jó, ő viszont úgy dönt, hogy passz ki a szélére, ez az, nagyon jön Herceg Karcsi. Azt a 700-át, ezt a ballábas katasztrofális megoldást, Karcsi. Azt kell ütetni, ami jó. Ha nem annyira, akkor egy visszacsel. De távol álljon tőlem, hogy bárkit is kritizáljak, hisz minél kiváló képességű labdarúgók, és sokkal többre vitték nálam a labdarúgó pályán. Szóval egy újabb helyzet volt, egy kis lehetőség, de gól nem született belőle. Igen, valaki kiabálja, hogy kell a gól még, nem ártana bizony, mert azért ez az 1-0, ez igencsak csalóka, hiába játszunk jól. Azért ez igazából semmire sem elég, főleg úgy, hogy Kovács Zoltán ismét teljesen szabadon lőhetett kapura, aztán egy hazai védő lábáról kifelé pattant. Úgyhogy jön a második koroncói szöglet. Ez mi volt? Lökés volt? Azt mutatja a játékvezető, aki Lukácsi Csaba alakít. Szóval Lukácsi Csaba segítői Német László és Kocsis Krisztián. Őket talán még nem mondtam el. Ők azok, akik a mérkőzésért felelnek, és szerintem, ha ilyen marad a találkozó, akkor sok dolguk nem lesz. Csak hogy csendesen meghúzódjanak a szép játék hátterében. Darás fejelt el jól. Még mindig az övé. Kezezést mutattak és hittek a koroncóiaknak. Fürst. De eldobta ki a szélére. Danovszki Marek. Az elképzelés nem volt rossz, csak Skoda nem futott. Bán, a csapatkapitány. Kovács, Menyhárt, az nem lesz egyszerű, hiszen Derdák Gábor nagyon-nagyon gyors, Herceg, Hontvári érkezett jól, megint nála van a labda, Hontvári, Kovács. Nagyszerű támadás, nem érkezik középen senki. Mit lehet csinálni ilyenkor? Hát, talán segítség kellett volna a koroncói csatárnak. Kifelé vagy befelé? Hát befelé a szabad rugás. Lukács Ispori úgy döntött.
Ugye ez a megoldás. Szóval azért jó lesz vigyázni ezekkel a koroncai támadásokkal. A védelmünk nekünk is egyenlőtt a túloldalon, mármint hát, a védelem jobb oldal egy kicsit lukacsos. És hát ez a szabadrugás roppant veszélyes helyről jön. Kapufa volt! Hú, azt mindnyáján végignéztük. Még a tévénézők is, de azt hagyján a játékosok. No meg Csifári kapus is. Herceg, nagyszerű a kontra, eddig. Gyerünk Karcsikinek, Skoda Csabának, nagyszerű a labda, sikerül-e becsapni a kapust, jön középen valaki, és mi lesz belőle? Nincs meg a második gól, könyörgöm fiúk, hát ezt be kell rugni. Danuszki nagyon kérte bent a labdát, Skoda Csabi egyedül próbálta, de hát egyik sem lett jó. Azt a 700-át a 20. percben, hát mondhatni, hogy ajtó, ablak, de akkor maradjunk annyiban, nyílászáró helyzete volt a rajkai csapatnak, és meg 2-0-ra vezethetnénk. Ez egy kicsit luxus, a sok kiadott helyzet megbosszulhatja önmagát, hogy a legalapvetőbb hát óvodás közhelyel jöjjek, amit még a riporter bölcsi kiegészítő napközis foglalkozásán tanítanak, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulják önmagukat. Fiú, tessék odafigyelni és belőni ezeket a helyzeteket. Na, de csak ismételni tudom magam, mint a papagáj, nagyon jó a meccs. Horváth Robert előre. Nagy kereszt volt Huntvári felé, de nem lett jó. Ez viszont kiváló labda Régelytől. Bán jött vissza. Régelynél maradt a labdát, Somfordált erre felére a pályának a jobb szélső. Herceg Karcsi befelé, és a kapu mögé mélyen. Kovács, Mennyhárt. Miért nem? Ez sem volt sem szándékos kezezés. Lengyel, vaktában előre mondom én, és a koroncói csapat dobhat. Ez hosszú volt Hontvárinak. Szabados bedobása. Szóval szabados. Danovszky, Régely. Ott van az még, sajnos nem. Csonka Patrik. Júj, de jól érkezett Máté Gergő, mekkora védekezés. Áj, ez viszont nem volt jó. Vagy hát jó volt, csak hosszú, nem érhette utol Danovszky Marek. Szóval a bal oldalunk az nagyon megy, és a jobb oldal is kiválóan játszik. A két szélső játék remek. Középen is jól oldjuk meg a feladat, egy kicsit a védelmünk szellős. Mondhatom talán ezt el. Ezt látom én aztán, hogy menj, hát Dénes vezetőedző mit gondol a látottakról, aztán sosem derül ki, vagy igen, ha megkérdezzük tőle. Kovács Péter bedobása. Hát persze, hogy tovább passzolni legyen, nekem igazam, szóval Szabados Tamás. Derdák.
Darázs. Herceg nagyon szépen vissza. Igen, mondhatom, hogy az volt. Nem is egyszerű, fá is az. Viszont Herceg Karcsi jó formában van. Herceg és Danovszky. Gólszerző lesz az, aki passzol Hercegnek, nagyszerű, ő viszont villámgyors. Nagyon kiválóan vissza lehet fokozni ezt még. Mellé ment volna Herceg, helyett Dari. Hát, ha lenne a Rajkai stadionnak felső karéja, akkor oda bombázta volna a labdát Darázs Attila. Így csak azt tudom mondani, hogy a sövényen túl van élet, hiszen nem ment jól ez a labda. De hát ez is egy újabb lövéssel befejezett támadás volt, úgyhogy bravo. Varga. Fürst tovább. Szabados. Nagy a baj, Gál megszerezte a labdát, ismét ő kapura lövé mellé. Azt látja Menyhárd Dénes, amiről az olyan beszéltem, hogy arra kérte Kovács Pétert a védelem közepén, hogy ne menjen ki a szélére, jobb oldalra, hiszen akkor nagy üres tér, mondhatni, űr marad a pályán, mint a tejútrendszer fönn az űrben, szóval űr és zűr. Nagyszerűen szerzett labdás Kodacsóba, és ez a bőr is nagyon szép volt, Herceg be középre, nagyszerű, Danovszky, és a kapusba lövi, hát ezt nem hiszem el. Hát fiúk, teljesen elragadott engem is a hév, mint a Baumgartner szalont, de figyeljetek már, ezt azért tényleg be kellene rúgni. Hű, ha mennyi helyzet kell még. De hát mondjuk azt, hogy Dolt Krisztián kapus remekül védett, reflexzerűen, mint Iker Casillas. Egyik feléről odaért a másikra, de hát ezt azért a rutinos Danovszky Mareknek rutinosabban kellett volna gólra váltania. 26. percben járunk. Most már megszámlálhatatlan Rajkai zicseren vagyunk túl. Ha jól láttam, akkor Gálik volt az, aki ismét a sövényen túlra vágta a labdát. Kirúgással jön a koroncói csapat. Hát a Karcsi meg lazán félpályáról oda gyertyázta a kapusnak a lövést kézbe, nagyszerű. Danovszky. Máté. Lefújt a játékvezető, nem éreztem szándékosnak ezt a dolgot. Horvát. Dold. Varga. Bán. Jól testsel. Menyhárt. Nincs kinek. Jól védekezünk. Lengyel. Derdák. Feje. Máté, Derdák, Skoda irányába. Ebből meg, ha szerencsénk van, szöglet lesz. Szöglet. Jobbról, balról a szögleteket Danovszky Marek végzi.
Nyilván ő van a szöglet hierarchia csúcsán. Így van, beadja. Lábbal hárít a kapus. Érdekes kombináció volt Gálik. Máté. Mindig ő. Mátébe, Skoda. Uff! Huntvári. És Kovács Huntvári. Peti, gyere vissza. Mert a mester mérges lesz. Kovács. Bán. Horváth előre. Kovács Zoltán próbált aztán kapura lőni a labdát, de igazából lövésnek gyenge volt. Meg hát az irányzékkal is voltak gondok, úgyhogy Csifári Cséká a kirúgással. A Rajkai fejelte el, Dari visszaszerezte, Máté. Nagyszerű volt a mozdulat, a reflexzerűnek tűnt, de tudatos lett volna. Rossz helyre, Bán. Csonka. Bán. Úgy van, meg kell támadni. Így is van, megzavartuk őket, Skoda és Danovski. Nézzünk át a túloldalra, egy csel nem jött össze, szabálytalanság nem volt. Úgyhogy jöhetnek a vendégek. A vendégek ötöse Horváth Robert passzolt, aki Mennyhártnak. Ugye ez jött Derdák vonat, úgyhogy bedobás. Mennyhárt. Bán. Tontvári került a labda mögé végül is. Két tagú sorfal, tessék vigyázni befelé, ebből az imént volt egy kapufa. Jól tekerik középre, Les. Kocsis partjelző Lest ítélt, amit vitatnak a koroncóiak, Máté. Na, ez szabálytalan volt, enyhe. Hát, hogy is mondjam, szándékossággal fűszerezve, de nem ért sárgát, úgy látszik Kovács megmozdulása a játékvezetőnél. Kovács Péter, Máté Gergely, Danovski, Darázs, kinek nagyszerű lett volna, ám Lesre futott, Derdák Gábor, Hontvári, Darázs, Máté, Régely, tartsuk meg a labdát, tudatos legyen, jön kint a szélén Szabados, de mégis befelé passzolunk, de miért, kérdem én, Szabadon, mert hogy a vélemény szabad. Gál András a labdája, de nagyon jól tisztázott Gálik Michal, Mennyhárt. És kifejelte Régely Laci.
ez pedig Szabados Tomi. Hát erősödött ez a rajkai csapat, én most látom a mérkőzésüket. Egy láthatatlan kéz megzavarta a hazai védőt, Gálik Mihályt, és elcsúszott. Szerencsére nem lett belőle baj. Na szóval szerintem az MTL-ből érkezett srácokkal erősödött a rajkai csapat. Lendületes és nagyon tudatos játékot csinálnak így a fiúk, és szerintem ezt most kiválóan láthatják a hazaiak. Mondom, ezek az első két fordulós eredmények csalókáknak tűnhetnek, hiszen nem volt egyszerű dolga a fiúknak, az összecsiszolódás, kapásból rangadók, de nagyon jól csinálják ezt is, és simán lehetne az eredmény 3-0 is. Tehát itt csak 1-0 van az eredményjelzőn, és ez így még bizony nagyon hát szoros eredmény. Tanovszki, Skoda, Régeinek tette volna vissza, nagyon jól, csak a kivitelezés nem volt jó. Máté, nem szabálytalan, azt mondja a játékvezető. Hontvári, Kovács Péter, finoman fiúk, finoman, nem az életünk függ rajta. Túloldat megy a kiabálás, van tűz, Máté, Danovszki, jól vette észre Derdákot. Lazán maga mögé tette a labdát. És jól csúszott Horváth Róbert. Bedobás, Derdák. Danovszki befordult, jól íveli középre. Úha! Lucsi Kálmel aztán lehetett volna szerencsésebb mozdulat is. Skoda ellövi bele a kapus ölében, nagyon várta. Nyári táborból a gyereket hazafelé az édesanyja. Szóval Dold jól indított a Kovácsot, aki állt a túloldalra nagy keresztlabdával Menyhárt irányába. Menyhárt mit csinál? Próbálja megkerülni Derdákot. Tehát mondtam neki számtalanszor, hogy az nem lesz egyszerű feladat, hiszen a srác kicsit gyorsabb, mint ő, hogyha finoman akarnék fogalmazni. De hát nem csak gyorsaságbeli különbségek vannak, azt kell, hogy mondjam itt a mi bal oldalunkon. Nagyon jól védekezzük le ezt a felét a támadásoknak. Csifári. Nem mehetem tovább, mert az fáj. Danovszki, Marek maradt lenne a földön. Bizony, Marga József a vendégek középső védője 8-as mezben elmagyarázta, hogy ő mit tanult a Fuciovi napküzijében. Szabadrúgást nem szabad hagyni elvégezni, így van. Ez egy apró csalafintaságok, amit minden játékosnak kell tudni, mert ha most nem marad lenne a földön Danovszki Marek, akkor ez egy ismét gólveszélyes szituáció lehetett volna. De hát tudjuk, hogy a volna meg a ha magyar nyelvtanban nehézségeket okoz, de a labdarúgásban meg a sportban egyszerűen nincs. Herceg, na gyerünk, Karcsi. Az elképzelés jó volt, a kivitelezés nem annyira. Dold. Kovács irányába, Szabados Tömöt van mellette, sőt Kovács Péter és Gálik Mihály is. Kovács Péter fejelte Csifárinak, már is Derdáknál a labda. Gyerünk, Derdi! Csak jelzem, hogy már a 38. percben járunk. Roppant tempós, jó mérkőzés, Hercegbe nem jó, sajnos nem jó. Nem bizony. Egy az egyben nem is próbáljuk meg. Hát az lehet, hogy kapura kellett volna fordulni Kovács kolléga. Így viszont lehet lőni Fürstnek. Ő sem teszi ezt meg, Bán. Vissza Menyhártnak. Horváth. Jó a beadás. És
Kovács Péter is érkezett. Keményen. Ne viccelj, a Csifári kolléga ott figyel. Föl sem ugrik, csak a kezét nyújtja. Érzik ezt ám a koroncói játékosuk is, hogy a mi bal oldalunk, hát nekik jobb, nagyon erős. Próbálta azt elérni mesterénél Varga, hogy cseréljék meg a két szélső hátvédet. Aztán jött rá a válasz, hogy mindenki foglalkozna a dolgával, mert akkor meg a másik feléről lennének erősek. Szóval Cseberből Vederbe szegény Varga kollégának a javaslata süket fülekre talált, de talán a mesterük egy picit rutinosabb és jobban látja a dolgukat. Darázs. Skoda Csabi egy kicsit genetikailag szerencsétlenebb helyzetben volt ennél a felugrásnál. Legalább 40 centivel alacsonyabb volt Horváth Robinál. Viszont Skoda Csaba a megyei első egyik legjobb gólvágója. Szabados bedobása következik. Gálik, helyett Kovács Péter. Aszta! Ráhullott a keresztlécre a labda. Ha egy 20 centivel hátrébb építjük ezt a stadiont, akkor ez még gól is lehetett volna. A mérkőzés utolsó 5 percében járunk. Kovács. Ucsi. Azaz. És ez gyönyörű és rutinos becsúszás volt Csonka Patriktól. Varga. Bán. Derdák. Herceg. Kéri-e valaki egy az egybe karcsi csináljuk meg? Hát. Már szabadrúgás visszahúzásért. Hát én akkor már a mi javunkra ítéltem volna szabadrúgást, de hát ki tudja. Én nem. Ott Vári. Nem ő persze. Kovács fejelte ki Mönyhárt. Derdákról ment ki a labda, úgyhogy ez egy szöglet lesz. A szögletben jobbak a koroncoljak, de hál' Istennek nem szögletre játsszuk ezt a mérkőzést. Viszont az eredmény az továbbra is feszít engem, hiszen 1-0-ra vezet a rajkai csapat, de simán lehetne 3 vagy 4-0 is. Szóval az eredmény nem jellemzi kiválóan a mérkőzésnek a történéseit. Jó szöglet volt. Herceg Karcsi kifelé. Ez volt a megoldás. Kár, hogy a Skoda Csaba nem volt ott. Máté és Bán. Lengyel, Varga,
De kinek? Bánnak. Majd talán ő Kovács. Másik az itteni. Péter. A vendégeké pedig Zoltán. Csonka. Kovács felé. Gál. Máté. Kovács. Horváth Róbert. Sámli. Derdák. Darázs. Sajnos nem jó. A csapatkapitány Mennyhártnak, ki középen nincs senki, kapura fejes. És kiválóan húzta le Csifári kapus, és középen kettő, azaz kettő érkező ember volt, és talán ez volt a rosszabbik megoldás. Viszont már Herceg Karcsi villám gyorsan áthúzta, és a fejes Koda Csaba gól! Nem volt időm elmondani, a 45. percben megszerzi a rajkai Iguain a 45. perc legfontosabb eseményét, vagyis a gólt. 2-0 arányban vezet a rajkai csapat. Hát erre mondják azt, hogy így lesz jó bevonulni az öltözőbe, mármint a rajkaiba, a koroncóiba annyira nem, hiszen mondhatni, hogy óriási szerencséjük volt eddig is. Így viszont 2-0 azért már megnyitottabb különbség, és ismét a roppant gyors baloldalunk Herceg Karcsival, és a befejezés ezúttal rutin munkával Skoda Csabinak jól sikerült, és végre lőttünk egy gólt. Zicser-zicser hátán, ebből kettő sikerült. Milyennek nagyon örülünk, letelt a rendes játékidő az első fél időben. Danovski. Derdák előre. Skoda irányába. Nem kell sietni, ám hogyha belefér még egy támadás, akkor legyen. Hajrá, Derdi. És Lukácsi Csaba befejezte a munkát 45 percre, vagy 45 perc után, és úgy dönt, hogy 15 perc szünet lesz. Hát ez a munka, ez a feladata kiváló alá tel, nem volt sok dolguk. Tehát mondom, a mérkőzés nem is a játékvezetőkről szólt, hanem a kiváló labdarúgásról a megyei első osztályban. Én szerintem meglepően jól focizik a rajkai csapat, köszönhető ez a rengeteg új fiatal játékosnak, és persze azoknak a focistáknak is, akik itt maradtak, és rendkívül jól csiszolódtak össze. Szerintem ez a mérkőzés nem 2-0, hanem akár 5-0 is lehetne egy félidőnyi játék után. Tehát bízunk majd benne, hogy a második félidőben lesz még több rajkai gól, és akkor kiváló futballélménnyel gazdagodik mind a rajkai közönség, mint pedig a regionális televízió nézőinek tábora. Jön egy kis szünet, aztán a folytatás. A rajkai csapat érkezett ki előbb a második fél időre, gyakorlatilag még 2-3 perc hátra volt a fél időből, amikor Mennyhárt Dénes csapata megérkezett a pályára. Hát nyilván nekik volt kevesebb beszélgetni valójuk az öltözőben. Ami jó, az jó. Szóval a srácok nagyon jól muzsikáltak, és 2-0 arányban vezettek 45 percnyi játék után, és vezetnek még most is, de lehetne akár 4 vagy 5-0 is az eredmény. A koroncói csapat hát bal oldala, illetve hát a jobb oldaluk tulajdonképpen nagyon sebezhető volt. Vagy mondjuk azt, hogy az MTE baloldali támadás vezetése volt rendkívül jó. Hát majd most a túloldalon meglátjuk, hogy Derdákék hogy muzsikálnak arra felé, nekünk messzebb, most az innenső felét látjuk a csapatnak. Elég magas láb volt ez szerintem. Na de majd Kovács Péter jön, aztán rendezkedik, így is van. Horváth. Mennyhárt.
jó a beadás középre, viszont Galik is nagyon jó helyen van. Enyhárt, Fürst, Florian. Szabados Tomi volt nagyon gyors, ki tudta fejelni a labdát. Enyhárt Dénes úgy érzi, hogy bennmaradt a csapat az öltözőben, vagy hogy legalábbis alszik. Ezért ébresztőt kiabált. Nem kell itt idegeskedni, egyszerűen csak a koroncó kezdte a mérkőzést, és nincs más lehetőség, mint hogy neki menjen a rajkai csapatnak, hogyha a pontot vagy pontokat akar szerezni. Tehát nyilván mi itt arra számítunk, hogy ebből nem lesz semmi, maximum még több rajkai gól. Kis szöglet, Csonka, Máté, Kovács, megint Máté előre, Skoda irányába, Varga, ki a szélére, elérje, Csonka Patrik elérte. Szerintem meg nem volt kin, itt állunk pontosan a vonalban. A gólvonalra tette a labdát. Szabados a labda mögött. Na Tomika, meleg a labda, kemény a labda. Lesz-e bedobás? Ott közben a játékvezető beszélgetett valakivel, az okot azt nem tudom. De levérfüleimet otthon hagytam, de hát amúgy is van rajtam fülhallgató, úgyhogy nem hallok ki. Máté, Danovszky irányában, Csonka. Ezt tudta csak megoldani. Szét is tárja a kezdet, hogy nem volt más megoldás. Igaza van, Füst Florian pont vonalban volt mögötte. Ott meg közöttük bent volt Marek. Nála van a labda, már nem. Bán. De hát nem egyszerű. Füstről ment ki a labda, Szabados Tamás bedobása következik. Bán. Csonka Patrik nem tudta jól megoldani, hát nem volt kinek. Danovszky, Máté, középen várja két játékos. Dan... Aj, Karcsi! Szöglet. Na mindegy, volt ebbe kapulövési kísérlet, bizony. Jó van, lesz itt támadás, volt itt ébresztő. Tanovszky. Varga fejelte ki. Darázs. Az úgy nagyon meleg volt. Kovács Pétertől pattant el a labda. Jött a másik hatos. Csonka. Gál felé. A partjelző kirúgást ítélt, a játékvezető szögletet, úgyhogy szöglet lett belőle. A játékvezető döntése szent, és sérthetetlen, hővé a felelősség. És ő dönt. Na jó, elmondtam mindent. De rossz volt. Úristen. Csonka Patrik lőtte azt a szögletet, most vissza kell érnie neki ide. Erre az oldalra. Szerintem ez egy nagyon rosszul sikerült mozdulat volt, véletlen. Ennél sokkal jobb labdarúgó. Varga. Csonka Patrik. Gál adta Csinve. Danovszky, Máté. Skoda felé. Jön mögöttük Herceg.
Be tudja adni Herceg Karcsi? Nem. Károly. Ezért kár volt. Csonka. Huntvári. Fürst. Horváth. Fürst felé. Szabados, nem tudta megállítani Gált. Hát tomporon lőtte Gálik Mihált. Lehet, hogy fájt Máté. Nagyszerű labda Herceg Karcsi felé. Csak lelassult. Gyerünk, Karcsi. Varga kihasználja testi erejét. Hát ez mi volt? Összedőlt. Összedőlt a Varga torony. Horváth. Nagyon jó szerezte meg Régely Laci a labdát. Danovszky. Szabadosnak ki. Nagyszerű. Vissza. Így sem rossz. Darázs. Elassult a támadás, de jól kérte vissza Szabados Tomi. Bravo, fiúk, gyerünk, 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 gyerünk. Áj, de kár érte. Úgy tűnik, hogy ütközött. Az ellenfél ötöse. És Szabados Tomi. Nincsen senkinek semmi baja. Kovács, Gál. Az Csifári lesz. Úgy is van. Megismerjük szép piros mezéről Csifári kapust. Egyedül rajta van ilyen szerelés ezen a mérkőzésen. Kicsit most unalmasabb a fordult a találkozó. Az meg egy kiváló lapockával hárítást láttunk Huntvári Tamástól. Danovszky, Szabados. Danovszky, Darázs, Máté, nagyszerű. Kis helyen nagyszerű játék. Nem jutott el Herceghez a labda. Derdák. Nagyszerűen veszi észre minden. Nagyszerű Lucsi! Mekkora játék volt, fiúk! Erről van szó, nem kell állítgatni. Ez kimaradhat, én azt mondom, aláírom. De hát ez óriási védés volt Doltól, és óriási játék volt Derdáktól és Régely Lászlótól. És hogy Lancik a kapásból elvállalta, kár, hogy nem volt benne egy kis erő, vagy kár, hogy kicsit nem volt magasabb ez a labda. Óriási volt, bravo fiúk, meg volt a második féldő 10. percének első nagy rajkai zicsere. Csak mondom, hogy eltelt tényleg 54 perc a mérkőzésből, és ezúttal is azt kell, hogy mondjam, hogy jó a csata. Itt a fejes! Ott a kapufa! Azt a 700-át! Kovács Péter volt az, aki kapura fejelt, és még a kapufára tudta tolni a hazaiak, illetve a vendégek kapusa. Megint volt két olyan 100%-os zicserünk, ami hogyha bemegy, akkor akár rekordot jelentő gólmennyiség is születhetett volna ezen a mérkőzésen, már 55 percnyi játék után. Derdák. Danovszky. Derdák. Máté. Senki, és Koda Csaba nem ment. Az ötlet az jó volt. Szabados. Máté. Gyerünk, Gege. Ez viszont... Mondjuk azt, hogy... bemutató jellegű lövés volt. Arról szólt, hogy hogy nem szabad kapura lőni. Vagy szabad, csak hogy nincs értelme. Kovács. Máté. Danovszky. Régely. Nagyszerű. És mekkora labda, bravo! Skoda Csaba második gólja az 56. percben.
Lucsi óriási volt, és nagyon jól feküdt a labda útjába a 18-assal játszó Rajkai Ruud van Nistelrooy Skoda Csaba, aki megszerzi második gólját a bajnokságban már a harmadik, három meccs, 3 gól, 1 per 1-es átlag. Az idei szezonban ezt még Cristiano Ronaldo sem tudja a La Ligában. Óriási találkozó, és rendkívül jól játszik a Rajkai csapat. Nem hatékony a támadás befejezés, de azért mondjuk 3-ból 1-szer azért beszokott jönni, és még van hát a több mint fél óra, úgyhogy örüljünk és örömködjünk. Nézzük ezt a gólgazdag mérkőzést. Itt szerintem, hát, igen nagy. Bal szerencsének kéne a pályára letelepednie, hogy ne nyerjük meg ezt a mérkőzést. Szerintem az a kérdés, hogy hány góllal fogjuk ezt megtenni. Rajka Ese, Kurunc Ese az 58. percben 3-0. Bán. Előre Kovácsnak meg tudja oldani, nem Gál. Máté, nem volt kezezés. Danovszky, Csonka Máté. Á, vigyázzál, focisták vannak ám ott. Darázs nagyon jól látod a Danovszky. Jó az indítás, egy kicsit mély lett, nem kicsit, nagyon. Skoda Csabi azért int, ez benne van. Horváth és Kovács, itt meg Dold és Skoda. És Dold jól jött ki a kapujából. Hát azért köszönhet pár gólt, mármint be nem kapott gólt a koroncói csapat Dold Krisztiánnak. Nagyon jó véd Darázs. Nagyszerű a labda hercegnek. Az meg régen Laci mögé jött. Illetve elé Laci. Azaz. Laci roppant gyors futballista, korosztályának egyik leggyorsabb focistája. És nem csak sprintekben nagyon jó, hanem a 400 méteres távolságokon is roppant kitartóan fut. Hontvári, Csonka, jó csel volt, ez meg szabálytalan. Horváth, Gál irányában, Kovács jön középen, de Máté is ott van. Herceg Karcsi utolérheti, mert ha már gyorsaságról van szó, neki sem kell turbóért a szomszédba mennie. Nagyszerű. Áj, látszottam, de ezt jobban is meg lehetett volna oldani, kedves Danovszky Marek. Na mindegy, legyünk telhetetlenek. Ez viszont jó Gálnak. Szabados és Gál. És végül is, ha jól látom, Kovács Petiről ment ki. Kifelé. Nem volt szabálytalan, illetve szabálytalan volt az ellenfél játékosa, Horváth Róbert megmozdulása.
klasszikus mititi átátá, szóval szeretjük az ilyen hát történéseket, vagy az ilyen népi folklort futballmeccseken. Ez a klasszikus beszólás mindig van, és én örömmel adok ennek teret, hogy ezt elmondhasson, hiszen ettől szép az amatőr foci, a többek között a nézők reakcióitól. Ez kemény volt. Két kilences szólalkozott össze. Fartékül, fartékül! Csak nyom kifele, nyom kifele! Ez az! Máté. És... vegyük át őket, vegyük át! Végül is tulajdonképpen Régeiről ment ki a labda. A kapus csemege Csiffinek. Herceg Karcsit csak szabálytalanul tudták megállítani. Danovszky. Azaz, egy az egyben. Mi lesz ebből? Azt a 700-át, te jó ég! A legnehezebb részét Danovszky Marek megoldotta, egy az egyben a kapuval meg a kapussal sikerült mellé gorítani. Ha jól számolom, akkor megvolt a második kimaradt zicserünk, úgyhogy jön a harmadik gól utáni, hát vagy jön a harmadik, és utána pedig a gól, legalábbis az eddigi sor mintát követve 300%-os zicser után jön a Rajkai gól. Na nézzük, Skoda. Régely. Ez meg lecsúszott. Ez így meg. Nem szöglet? Nem szöglet. Kár, hogy lecsúszott a labda Csillábáról. Kovács Péter. Herceg. Jól van. Nem tudják megállítani. Danovszky. Megint szembe a kapussal. És újra Dold hárítja ezt a lövést, középre tartotta a labda, de jó kemény lövés volt. Ettől függetlenül, hát ez egy nagy lehetőség volt. Megint cserélni fog a vendég csapat, ahol a szünetben már beállt 14-essel Mak Balázs. Most viszont jön 27-essel Hegedűs Ádám, ha a játékvezető ezt megengedi. Márpedig úgy tűnik, hogy megengedi. Jön le a vendégcsapat 15-öse, Lengyel Zoltán. Hegedűs Ádám a pályán tehát. Danovszky a labda mögött. Nem jó szöglet. Vagy mégis jó? Azt a 700-át! Úristen, megint szembe a kapuval. Kovács Peti. 10 centivel fölötte. Hát, hogyha az ígyszerek felét belőjük, akkor is lehet, hogy két számjegyű a különbség. Rengeteg helyzetet hagy ki a Rajkai csapat. Így 3-0-ra vezet mindösszesen. Jó, persze 3-0 is szép, de hát ennyi kihagyott helyzetet. Bán. Ontvárinak hosszú volt. És hát úgy tűnik, hogy cserél a hazai gárda is. Huvennik Martin jön be. Hogyha jól látom, akkor Herceg Karcsi lesz az, aki cserélni fog. Nem. Régely Laci csak inni jön ki. Na, hogy lesz az a csere? Herceg Karcsi nagyon jól játszotta be a bal oldalt. Jók voltak a beadásai. Gól is született belőle. Bravo, szép volt. Hasonló jókat kívánunk Bubennik Martinnak, de hát szlovákul ezt nem tudom elmondani. Bízunk benne, hogy megérti. Ez viszont nekünk szerencsésen pattant, tehát Horváth Róberten. Hegedűs. Varga. Danovszky. Lucsi, gyerünk, le kell ütközni. Nem sikerült. Mennyhárt Ádám jött, hiába.
hiszen ott volt a sárga fal. Jön a harmadik koroncói csere. Nagy Zoltán, Füst, Flórián helyett. Tehát egy 7-es-6-os csere, vagy egy 6-os-7-es csere igazából. Berdák bedobás. Skoda. Varga. Nagyszerű volt. Kovács. Nokedli. Csifári. Védte. De hát ezt még szerintem Havasmezei Gergő kollégám is védte volna. Igaz? Lehet. Itt a kamera mögött ő is mosolyog egyet. Hegedűs. Nagy Zoltánhoz. Hontvári. Beközépre akinek. Derdák van ott, rossz helyre. Mennyhárt és Régely. Derdák. Ért volna oda, Máté sem csúszott oda, hiába, és ez szabad rúgás lesz. Igen, több szabálytalanság is volt, én úgy láttam a játékvezető is. Úgyhogy veszélyes helyről ugyan. Koroncói pontrúgás következik. Kovács a labda mögött, Csonka Patrika a labda mögött. Csapatkapitány is beljebb húzódik. Horváth Róbert van még ott, ha jól látom. Igen. Ebből Csonka lövés lesz. A figura megvolt, viszont Csifári nem véletlen csapatkapitány. Átlátta az ellenfél szándékát. Derdák, Darázs, elpattant tőle a labda. Hontvári, Bán, Hegedűs, helyett Nagy, Bán, úgy tűnik, hogy Bubenik Martin volt szabálytalan. A játékvezető roppant sportszerűen fölsegíti az ellenfél csapatkapitányát. Csonka Patrik. Közvetett sípszóra kell elvégezni, illetve hát sípszóra kell elvégezni a szabadrúgást. Ezt kérték. Nem közvetett szabadrúgás. Gyenge kísérlet. Kovács. Falt nélkül falt. Én is befaltam a vacsorát. Azt kiabálják, hogy falt nélkül falt. Derdák. Máté, kié lesz az? Régely Laci lehetett volna, aki, ha jól látom, átvette Herceg Karcsi pozícióját. Koroncói dobás lesz. Szabados. Máté. Nem testcsel volt. Bán. Varga. Helyett Horváth. Rossz. Horváth Róbert. Keresztlabdája nem volt jó. Szabados. Gyerünk, Tomi. Máté Gergely. Ez nem az igazi.
Nagy. Az viszont nagyon jó. Skoda! Gól! Azt a 700-át, Csabi! Ne szórakozzunk már! Aztán akkor a gól volt. 20 méterről. Hát ez öröm volt nézni. 72. percben Skoda Csaba harmadik góljával 4-0-ra vezet a Rajkai gárda. Hát ez a forduló góljának is beleillene. Kinnált Dolt kapus, de hát mit tetett volna, várta a szokásos támadást. Támadás, befejezés, keresztlabda, visszapasz, középen üres ember befejel, belő, beharangoz. Hát ez nem történt meg, hanem nagyszerűen emelte át Skoda Csaba a labdát. Roppant meglepő módon számomra cserél a koroncói csapat. Menyhárt helyére érkezik Mack Balázs. Ez az a csere, amit én előre, illetve megelőlegeztem néhány perccel ezelőtt. Nincs üveggömböm, nem látok a jövőbe. Egyszerűen csak benéztem már azt a játékost. De hát ez legyen a legnagyobb probléma, amikor 4-0-ra vezet a csapat, de lehetne 10-0 is körülbelül. De az utolsó gól, ez élmény száma van Skoda Csabától. Szerintem ezzel egyelőre vezeti a góllövölést, tehát a megyei első osztályban. És újabb csere lesz Rajkai oldalról. Egy újabb szlovákiai légiós. Vált egy másik szlovákiai légióst. Krákornik Peter érkezik tízessel Danovski Marek helyett. Az első gól szerzője jön tehát le a pályáról, aki még lőhetett volna körülbelül 3 gólt ezen a mérkőzésen, egy maga. Igazából jól játszott Marek. Bízunk benne, hogy Peter is legalább ilyen jó lesz, és egy esetleg gólhelyzetbe kerül, akkor hatékonyabban fejezi be a támadásokat. A koroncói nézők, kispad, mindenki leült, elhallgatott, talán már tudják, hogy ennek mi lesz a vége. Nagy arányú vereség, én megmondom. Az arány, a nagy arány még nem világos. Régely. Arról is lecsúsztak. Közben a napocska eltűnt, úgyhogy napszemcsi le. Már ebből a kedves tévénézők nem érzékelnek túl sok mindent. Az elképzelés jó volt, de nem értették meg egymást a játékosok koroncói oldalról. Ettől függetlenül Gál András mutatja, hogy nem volt az rossz. Úgy kellett volna helyezkedni neki, menjen a 75. percben, tehát 4-0-ra vezet a Rajkai csapat. Gálik Mihály. Az volt ám az igazi Bubenik Martinnak, de Varga Józsi jó testfelépítésű játékos, igen kemény és nagyon magas a mezőny, legmagasabbika. Ő volt megfelelően határozott. De hát szöglet lesz, ami mindig jó. Már eddig még igazán jó szögletet nem láttunk szerintem. Na, Danusz Klement a pályáról, Szabados Tomi a szöglet zászlónál. Figyelem, figyelem. Az se rossz. Egy kicsit hosszú. Krákorniknak volt hosszú. Varga. Csonka. Mack. Csonka. Kinek? Hegedűs. Bán. Vissza a kapura. Kapufa. És még szerencséjük sincsen a koroncóiaknak.
Nem értette meg egymást a kapus, illetve Kovács Péter. Rossz helyre került ki Kovács labdája, aztán meg kapura emelte Kovács Zoltán, és a kapufa ismét velünk volt. Hát a kapufára játszanánk a mérkőzést, 2-1-re vezetne a Koroncó. Horváth. Skoda és Hegedűs Ádám. Skoda. Krákornik. Varga. Régely. Derdák. Jó volt, csak nem volt annyira. Máté és Hegedűs, Bán. Máté jó szerezte meg a labdát. Bubennik Martin. Máténak középre, de inkább Krákornik Peternek. Hű, de jókor és de jól csúszott oda Hegedűs Ádám, az imént vált középső védő. Vagy hát védőjátékos, maradjunk annyiban. Szögletre mentette. Szabados. Újabb kísérlet lehet gyakorolni a szögleteket. Kicsit kisebb erővel, ballal. Jobbal. Na, kettő közé kéne Tomikán belőni ezeket a szögleteket erőben, és akkor tökéletes lesz. Így van, Nagy Zoltán nem bántotta senki, Szabados. Skoda, nagyszerű labda. Egybe kell megcsinálni a kapussal. Skoda Csaba. Ja, hát megint egy zicser volt, hogyha még belefér ebbe a 12 percbe két zicser, akkor még talán látunk egy ötödik Rajkai gólt is, az én klasszikus sormintámra visszatérve. Ennyi zicsert kiadni egy mérkőzésen én még nem láttam, de mindettől függetlenül szerintem egy nagyon jó meccs, és egy nagyon jó Rajkát látunk. Nagy Zoltán. Szerintem a Derdák őt jó szerelte. Sárgalap. A mérkőzés első sárgalapját Derdák Gabi kapta. Hogy miért, azt nem tudom, lehet, hogy reklamált valamit. Tehát megvan az első sárgalap Derdák Gábornak. Ilyen nem akármilyen szituációban. Szerintem azért úgy gondolta a játékvezető, nem járja már az, hogy hát egy sárgalap sincsen egy mérkőzésen. Na. Varga. Csifári. Máté. Derdák. Skodának, nagyszerű. Hegedűs jól védekezte le. Azt mondja, a játékvezető kidobta a könyökét, én nem láttam szabálytalannak, de közelebb voltak egymáshoz, úgyhogy higgyünk nekik. Ács. Nagy. Csifári. Bravo, Lacko! Nem lehet túl jó ilyenkor focizni, nem lennék koroncai focista. 4-0, nem ide. Mátra van még 10 perc, bármikor élt az ötödik. Vagy az első Gál András gól. Les is volt. És csere is lesz.
Mégpedig jön a Rajkai Józsa Gábor. A biztonság csúcsa. Nála jobban senki nem szerel ipari kamerákat. Skoda Csaba, a három gólos Skoda Csaba jön le a pályáról, fölállva standing ovation, hogy mondják az angolok. Ez jár Skoda Csabinak, lőtt három gólt. Nagyszerű játékos, a megy egyik legjobb gólvágója. Már, ha akar ő is focizni. Ma akart, lőtt hármat is. Talán még lőhetett volna ezen túl. Tehát nem vagyok elégedetlen, mondom, egy mérkőzésen négy gólt látni, az mindenféleképpen örömteli hegedűs. Jó szerezte meg Régely, Krákornik egy kicsit lassú volt, Varga. Kovács jól fejelte Bubenik Martinnak. Tud-e passzolni? És Csonka Patrik odapakolt egyet Bokára. Lesz-e sárga? Lesz. Úgyhogy megvan az ellenfélnél, és az első sárga lap kapja Csonka Patrik a mérkőzés 83. percében. Szándékos szabálytalanságért. És sárga lapot kapott reklamálásért a vendégek kapusa Dold Krisztián is. Nehezményezte, hogy a kapus, hogy rosszkor, rossz helyen osztogat sárga lapot a játékvezető, hát és ezt ő nem teheti meg, úgyhogy ezért minősítette sárga lappal Lukácsi Csaba ezt a mutatványt, aki szerintem jól vezeti ezt a mérkőzést, de hát igazából nincs is miért. Vagy nem is volt miért aggódnunk. Horváth labdáját elcsípte Krákornik Martin. Jól passzolt vissza Józsának. Gabi pedig elesett. Ak. Pán. Nem volt szabályos. Horváth. Nagy. Bán. Huszonhetesen hegedűs. És Régely. Nem jó. Bubenik Martin. Szép volt a csel. Ezért nagy kár. Mag Balázs. Nagy Zoltánnak, aki még eléri a szöglet zászlónál. Ez így meg nem jó, nem tudta kivitelezni azt a cselt, amit elgondolt magában. Elkezdődött a mérkőzés utolsó 5 perce. Józsa ment magasra, túloldalon nagyon jön Régely, kicsit későn vette észre szerintem a játékostárs Régely érkezését, de mindegy.
Ezek az értelmetlen keresztlabdák. Hát egyszerűen tehetetlen a Koroncó a rajkai csapattal szemben. Bán, Gál, Szabados, Krákornik. Józsának lehet, de nem oda kellett volna Józsa. Ez sem túl jó helyre, Bán. De jó lett volna ez is Régeinek. Nagy. Mak. Mak. Nagyon gyorsan jött Gálik Mihály. A Lucsi pedig nagyon bírja, nem kell passzolni, vidd egy magad. Józsa. Varga. Dold. Lombkorona. Ideglenes labdaszedő. Bedobás. Józsa. Az jó labda Máténak. Hát az meg ott a kedves anyukának volt egy meglepetés. Égből aláhulló labda formájában. Még jó, hogy nem kapott infarktust, hogy meglepte a gyereket, meg őt egy ilyen kószalabda a pályáról. Hát lehet ilyenre számítani futballmérkőzésen a kapu mögött, főleg Varga, Horvát. Bán. Kovács jött vissza a középpályára. Nagy előre. De nálunk Gálik Mihály még nagyobb. Az viszont egy komoly medve pusszancs volt. Szegény Lucsi. Na, ez viszont jó, Derdin, nem. Visszavonom, bedobás. Hontvári. Horvát helyett Varga. Szerintem még 63 évig közvetítek Koroncó mérkőzést, akkor se fogom megkülönböztetni őket, pedig teljesen máshogy néznek ki. Bán. Nagy. Csonka Patrik. Gál. Nagy. Mi lesz ebből? Egyelőre semmi. Beadás. Kovács Péter meg kifejelte. Az úgy van. Máté Gergő nagyon jött. Na és akkor egy zicser, amiről beszéltem. Krákornik. És mi lesz belőle? Jaj, de kár. Nem tudott ráfordulni. Krákornik Péter, csapatkapitány meg levette mellel. Varga. Tudom, hogy horvát volt, tudom, direkt mondtam rosszul. Szóval... Mak. Csonka felé nem jó. Nem volt szabálytalan, csapkodó a játék. Benik Martin, mit tud vele kezdeni? Szabálytalan volt a koroncaiak csapatkapitánya. Az utolsó percben járunk, 4-0-ra vezet a hazai csapat. Én csak ismételni tudom magam, hogy ez a 4-0 úgy 4-0, hogy akár 10-0 is lehetett volna. Rengeteg zicsert hagytak ki Menyhert Dénes tanítványai, de domináltak az egész mérkőzésen és rendkívül jól játszottak. Igazából a helyzet kihasználáson, ha javítunk, akkor ebben az osztályban, ilyen felállásban szerintem nem sok ellenfele lesz ennek a csapatnak, és úgy tűnik, hogy két döntetlen után hát megszerzik az első győzelmet. Régei Laci megpróbálja, van még benne erő, a 91. percben lő egy akkorát, hogy majdnem szétszakad a labdafogó háló. Igazából a koroncói csapat, aki tulajdonképpen két fordulótán második a tabellán gyakorlatilag nem volt
egy szinten a rajkai csapattal. Szóval ez kiváló dolgokat vetít előre a 12-13-as szezonra a rajkaiaknál. Lukács Csaba lefolyta a mérkőzést, nincs is értelme. Nagyon egyoldalú volt a találkozó, nagyon simán nyert a rajkai csapat, és sokkal több góllal is nyerhettek volna a fiúk. A győzelmet nem kell megmagyarázni, annyit előrevetít, hogy komolyan a dobogó környéken kell számítani ezzel a mosonmagyaróvári labdarúgó csapat által föltuningolt a játékosokból álló kerettel. Szerintem jól sikerült Mennyhárd Dénes alapozása is, úgyhogy innentől kezdve csak a legjobbakat remélhetjük a rajkaiaktól. Remélem velünk tartanak a következő mérkőzésünkön is itt a regionális televízióban. Búcsúzom önöktől a viszontlátásra, a viszonthallásra.